Piacnapon már a reggeli órákban sokan érkeztek a keszthelyi kedvelt szabadtéri árusítóhelyekhez. A piac tér előtt jól látható helyen készfertőtlenítő található, nem használják a vásárlók. Az azonban jól látható, hogy a legtöbb ember szájmaszkban érkezik, de olyanok is megfordultak a piacon, akik nem viseltek maszkot, vagy orrot és szájat eltakaró kendőt, sálat. A zöldségféléket, gyümölcsöt, palántát árusító kistermelők is az óvintézkedések betartása mellett maszkban árulják a portékájukat. Én előre is megköszönném, hogy mindenki úgymond viselne, olyan 99%-ig. Próbálok egy-két vásárlómra rászólni, hogy azért hórja, mert azért csak egymásra vigyáznánk, és bízunk benne, hogy nagyon hamar túl leszünk ezen. A 168/2020 április 30-ai védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet második paragrafusa értelmében vásárláskor kötelező a szájmaszk viselése. Kiemelten vonatkozik az üzletekre, de a csoportosulása alkalmas helyekre is. Ez az árus 40 éve jól ismert arca a keszthelyi piacnak, nem csak betartja, hanem be is tartatja a koronavírus elleni védekezés szabályait. Aki hozzám jön és maszk nélkül, akkor nem szolgálom ki, felszólítom, hogy legyen kedves, hogyha van nálam, az kegye föl, és ha nem, akkor elküldöm. Nem jellemző, de általában azért akik jönnek, szok rajtuk lenni, de találkoztam olyannal, aki nincs. Fontosnak tartja? Igen, én vigyázok ő rá, mert én felteszem a maszkot, akkor elvárom azt is, hogy ő meg vigyázzon én rám, és ő is tegye fel. Igen, nagyon fontosnak tartom. Keszthelyen a piac április elejétől várja újból a vásárlókat, azonban a 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között látogathatják. Már az újra nyitáskor javasolt volt a száj és az orr eltakarására alkalmas maszk és a kesztyű viselése, és a másfél-két méteres távolság megtartása. A piac vásárlóinak többsége szabálykövető. Kicsit nehéz levegőt venni, de nem. Egyáltalán nem okoz problémát. Hát az ember arra gondol, hogy mi az értelme, és ha erre gondolunk, akkor már nem nehéz. Védjük egymást, magunkat. A reggel 7 és 14 óra között nyitva tartó kültéri árusítóhelyen mindkét vásárlói idősávban sokan fordulnak meg. Nagyon fontos, hogy már az otthonunk elhagyásától fokozottan vigyázzunk saját és mások egészségére. Annak érdekében tartsuk be a veszélyhelyzetben az óvintézkedéseket.